Gyerekprogramokkal, koncertekkel és tűzijátékkal ünnepelt Cegléd augusztus 20-án. Az egésznapos programra sokan kilátogattak a Szabadságtérre. Ünnepi beszédet mondott a térség országgyűlési képviselője Földi László, és megszentelték az új kenyeret. Este fellépett a Zanzibár, és koncertet adott a Fatal Errors zenekar is. Augusztus 20-án délelőtt kisgyermekes családokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel és unokákkal telt meg a Szabadságtér. A programok gyerekkoncerttel kezdődtek. A gyerekeknek báb előadással is kedveskedtek, és jó hangulatot teremtett az ebédhez a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. A térre folyamatosan érkeztek az ünneplők, akiket délután a térség országgyűlési képviselője köszöntött elsőként. Földi László a hazáról, az országépítőkről, a magyarság összetartozásáról és Európában elfoglalt szerepünkről beszélt. Azt mondta, egyenrangú, egyenjogú európaiak vagyunk, mindig is azok akartunk lenni, és ma is ezért harcolunk. Nem sérelmi politizálást folytatunk, nem kaparjuk újra és újra véresre a történelmi sebeinket, hanem előre tekintünk, és ott is a magyar érdekeket nézzük. A magyar érdek pedig az, hogy minden magyar otthon érezze magát a hazájában, és ez az otthon biztonságos, fejlődő közeg legyen. Hogy mikor lett augusztus 20-a országos ünnep, és a történelmi események hogyan alakították az ünnep jellegét, a Veritas Történetkutató Intézet intézetvezetője szólt. 1891-től munkaszüneti nap augusztus 20-a. Trianon után változott meg ennek az ünnepnek a jellege. Nem véletlen, szétszakad az ország, magyarok milliói kerülnek a határokon túlra, és ekkor az addig főleg egyházi ünnepből immár egy inkább világi ünnepé válik augusztus 20-a. Az ünnepi program a kenyérszenteléssel folytatódott. Az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői áldották meg. Áld meg mindazokat, akik ezt a kenyeret elkészítették, akik ezt elfogadják. Tedd számunkra ezt a kenyeret az egység és a közösség kenyerévé. Ezt kérjük a mindenható Istentől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fel is szeretelték az új kenyeret, amiből minden jelenlévő kóstolót kapott. A Patkos Irma Művészeti Iskola néptánc műsorral készült az állam alapítás ünnepére. Estére már teljesen megtelt a Szabadságtér, koncertet adott a Zanzibár. És koncertet adott a Fatal Error zenekar is. Az ünnep végén nem maradt el az égi látványosság sem. A tűzijátékot idén is a Városháza udvarából lőtték fel.